kis hajót hajtogattak a diákok, majd minél gyorsabban úsztatni is kellett azokat az egyik pontból a másikba azon a versenyen, amit május 24-én szerveztek 6-tól 9. évfolyamos diákoknak. Az első sziget közi természettudományi csapatversenyt, a Between the Islands elnevezésű versenyt a Kossuth Gimnázium 8. évfolyamos diákjai szervezték meg Dunaszigeten. Az egyik osztálytársunk találta ki, és úgy bevont minket, aztán egészen ilyen nagyobb szervezőké váltunk mi is, de ő találta ki, már több ilyen versenyen vettünk részt, több évben is, 2 éve, és onnan jött az ötlet, hogy akkor mi is szervezünk egy hasonlót a sziget közben. Az akadályverseny egyik állomásán Cartesius búvárt készítettek. Volt olyan állomás, ahol madarakat és növényeket kellett felismerni a versenyzőknek, volt, ahol sűrűséget mértek, de volt, ahol a naphő hatása került főszerepbe. A kísérletek mellett pedig minden állomásnál elméleti feladatok is szerepeltek. A pontozásba az előzetes feladatok, az akadályverseny feladatai és az időeredmény is beleszámított. A versenyre nem csak Mosonmagyaróvárról, de a környék iskoláiból is érkeztek csapatok. Jó a verseny, és nagyon sokat kell sétálni, viszont izgalmas meg kalandos, úgyhogy nekem tetszik. Miért fontos ilyen természetközeli versenyeken való részvétel szerintetek? Hát bővül a tudásunk először is, és jó móka. A diákoknak egy-egy állomás között több kilométert kellett megtenni, még víz átfolyásokon is át kellett kelniük. A kalandos verseny több szempontból is tetszett a fiataloknak. Szerintem a környezet a sokat hozzátesz, hiszen úgymond nyugtatóbb, a léleknek jót tesz ez a környezet, meg hát nem is baj, hogy a fiatalok látnak egy kis természetet a betontömbök után. A Between the Islands elnevezésű verseny célja többi között, hogy felmerjék a diákok általános természettudományos műveltségét. Egy kicsit közelebb hozza a gyerekekhez a természettudományokat, hogy szívesebben foglalkozzanak vele, meg hát szép környezetbe járva lássák meg a természet szépségeit, és igazából az állomásokon biológia, kémia, földrajz, fizika feladatokkal, mindegyik tantárgy feladataival találkoznak, talán egy kicsit okosabbak lesznek, és talán jobban fogják szeretni ezeket az amúgy kevésbé szeretett tárgyakat. A verseny eredményhirdetése június 2-án pénteken a Kossuth Lajos Gimnázium aulájában lesz, ahol a 6., 7., illetve a 8., 9. évfolyamosokat külön értékelik majd.